Mit csinálsz ott, kis asztaltíz? Hello, tanulod a szakácskönyvet? Marci, mit csinálsz, cica? Marci, cica, Marci. Nincs Marci, mindenre kell. Hát Isten hozott. Marci helyett Marci. Szervusz, üdvözöllek. Isten hozott. Hát nagyon jó illat van. Én várlak már téged, egy kiadós reggelire gondoltam. Ekkora munkába fogtál reggeliért? Te, nagyon nagy energiára van szükség, mert nagyon nagy program áll előttünk. Sok mindent fogunk máma megnézni. Bírom. Ez egy eper öntet, egy eper ragú, de közben az olajom nagyon forró, úgyhogy a köles gombócokat én már is paníroznám. Elmondod, hogy hogy készül, hogy mi ez? Igen, én nem olyan régen fedeztem fel a kölest. Nagyon szeretem, egészséges is azt mondják. Lúgosít, igen. Egy desszertet alkottam belőle. De ez a saját kreálmány. Ez egy saját kreálmány, teljes egészében. Kifőzöm. Tehát megfőzted a kölest előre? Cukros vaníliás tejben megfőzöm a kölest, és hagyom, hogy ő Bedagadjon, így van. Kihűl, akkor utána fogom a tenyerembe teszem a kölest, és tejszínes csokoládét töltök a közepébe. Az van a közepén? Bizony. Kész. Amikor ez most megsül, megvágjuk, ebből folyni fog a csokoládé. Batyulázom, és keksdarába panírozom. Fantasztikus. Micsoda kreativitás. Ízharmóniák. És azt nem ígéred, hogy a többi étel ma diétás lesz. Fogadjunk, hogy nem ígéred. Nem tudom megígérni. Ez egy bácskai konyha, itt nálunk... Már végre még valaki, aki azt mondja, hogy bácskai konyha. Én ezt így gondoltam. Hát ezt fogásan gondoltad, Csaba. Köszönöm. Ezt a fogadtatást. Na és a Marci a cica neve? Marci a cica, igen, ő neki most kellene reggeliznie. Nagyon nagy karakter. De ahogy észrevettem, ti találkoztatok igen. Már az előszobában. Gyönyörű. Ugye? Hát akkor jó étvágyat kell. Jó étvágyat. Meg kell vágni a közepét, és hát elvileg... Oh! Ilyen sok van ebből a csodás csokoládéból benne. Nagyon finom. Olyan közel van Kelebia a szülőfalumhoz, Madarashoz, hát mennyi lehet légvonalban? 20 kilométer? Hát úgy körülbelül 20 kilométerre vagyunk. Tehát tulajdonképpen itt nőttem föl, meg te is. Én pedig Bajmoki vagyok. Bajmokon született a nagyanyám. Na, na tessék, még lehet, hogy rokonok is vagyunk, kiderül a végén. Azt a mindenit, de gyönyörű. Fantasztikus. Atya ég, itt... micsoda fogat ez? Borbás Marci vagyok. Szervusz. Fölszállhatunk? Alsó Kelebia az egy tanyavilág volt. A
felső-kelebi az pedig egy kicsit urbanizáltabb, falusiasabb, központosítottabb része volt annak a vidéknek, és mikor meghúzták a határt, akkor itt nagyon Trianon. Sok... Trianon. Akkor szükség volt az itteni tanyákat összefogni. Nagyon sok tanyavilág volt, és ők valahova szentmisére szerettek volna járni, építettek egy templomot utána 37-ben, és a templom köré megindult a falu kiépülni, és ez a mai Kelebia. Ez micsoda ez a gyönyörű villa? Ez a gyönyörű villa ide tartozik a méneshez, ja. Pontosabban ez a Ménes után egy csodálatos szép hely. Ez a magyar történelemnek azért egy fontos része, egy kecskeméti nagy földbirtokosnak volt a nyári rezidenciája. Egész Zombolik kiterjedt az ő birtokrendszere, óriási nagy földekkel rendelkezett, Pilkovicsnak hívták az úriembert. És hát természetesen ez később utána államosítva lett, most ismét magánkézbe került, és most egy szervember a tulajdonos. Igen. Aki tökéletesen beszél magyarul, ő egy ide született, egy tőzsgyökeres szervember, aki ezt a kultúrát nagyon jól ismeri, nagyon ügyesen ötvözi. Tehát őt kéne kopírozni. Igen, hát ő egy nagyon jó minta az itt élő több nemzetiségűekre nézve. Igen. És itt Kelebián mióta van Lipicai Ménes? November 1-én lesz 20 éves. Na, szép évforduló akkor. Itt 2 hektáron egy régi elhanyagolt gyümölcsös helyére kiépítettek egy istállót, és lipicai lovak tenyésztésébe fogtak. Na és milyen sikerrel? Hát most már 20 év után azt tudjuk mondani, hogy talán nem volt rossz beruházás. Az eladott lovak száma szerint a tiszta tenyészet alapján Szerbia legszámottevő ménesének nőtte ki magát 20 év alatt a Kelebiai Ménes. Teréz, és mindig te hajtod őket? Hát ezt a fogatot én. Ez a te fogatod. Ez az én fogatom, meg még mellette 6-tal dolgozom. Még 6-tal? Igen. És versenyzel is? Versenyzek, és igen, ez a Ménes versenyfogata. És ezek vannak olyan korban már, hogy nemzetközi szintre is ki lehet velük menni, és a többi fogat viszont még fiatalabb. És gyakori a fogathajtó nő? Na, nagyon ritkaság számba megy, különösen 2-es fogatban. Ők általában egy dobat bevállalnak. Mert... Hát akkor a Lázár Willivel indulsz egy mezőnybe? Hát versenyeztem már együtt vele. Igen? Igen, versenyeztem már vele együtt. Most, Marci, megérkeztünk egy következő nagyon kedves helyhez, a Csuvátics. Hát egy gyönyörű szép tájháznak is beillő tanyára, a Csuvárdicsékhoz. Ők bunyevácok, pontosabban hát Csuvárdics Petár, a Tünde, ő pedig Nyilas, akinek az édesapja is már nagyon híres borász volt. És hát itt ezen a helyen. Uh-huh. Amiért nem most én elhoztalak ide téged, ugye őhozzájuk járok tanulni, hogy hogyan kell a kemencébe fűteni, és a kemencébe hogyan mit lehet sütni. Nagyon szép ez a tanya. Akkor kié volt a tanya? Ki tudna hát az én nagytatámé volt, és akkor aztán apukám örökölte még mikor Nyilas. Nyilas tanya. Nyilas tanya. Most csak Petár örökölte a mesterséget. Nem, én csak hogy hívják, benősültem. De a mesterséget, a szőlészborász mesterséget. Igen, hát én agronómus vagyok, és én ezt akkor láttam, hogy
milyen szépen meg volt csinálni, annyi munka volt benne, és akkor átvettem. Igen, és akkor az... itt is kövidinka van? Igen, van saszla is, van, hogy hívják. És a van, saszlából is készül volt? Szoktunk, de az az olyan lágyabb, egy könyv. Igen, az a, az a jó meg, mindennapos. Igen, meg... Sütünk, jó? Mert hogy még egyszer, milyen kalács? Csotrosnak hívják, és most én utána érdeklődtem, azt mondták, valójában sodros kalács, az az igazi neve, csak a sváb nagymama nem tudta kimondani, hogy és így lett belőle csotros. Van egy keltészta. Egy normál keltészta, egy normál, tehát fölfutatjuk fél kiló, a tejet. Igen, fölfutatjuk az élesztőt, két deka élesztőt, két deci tej kell hozzá, fél kiló lisztből készítettem ezt, két tojássárgája van benne, és egy olyan diónyi nagyságú vaj, olvasztott cukor, vaj. Nincs a és van két evőkanál cukor, tehát ebből van a tészta elkészítve, megkelesztve. Na akkor csináljunk akkor, csotrost belőle, igen, fonjuk meg. Kell. Különböző fonott kalácsok vannak az országban, a magyar területeken, igen. A sváboknál meg különösen szeretik ezt a copfonást a kalácsra. És akkor ez olvasztott vaj. Igen. Tehát ami megmarad az egy csomag vajból, azt aztán bőségesen kikenjük. Vágok ilyen na. Csíkot, és akkor ezt csak így sodorni kell. Csodrom. Készül ja, a csodra. Ettől sodrom. Ettől hát sodrom. Igen, csak még a berakás az az akkor érdeke. Akkor még egy kicsit itt a vajba is megforgatom, és akkor így mind a kígyót elkezdem a közepétől lágyan csavarni. Zombori kalács vagy csotros kalács. És akkor ezt így csak folytatjuk. És most akkor betesszük most egy, a kemencébe. Igen, most egy picit kellene pihentetni. Egy kicsikét, egy picit le kelljen. Letakarjuk egy kicsit. És amikor kisült, akkor bőségesen egy jó fél liter mézet. Fél liter méz? Igen. És akkor megszórni a rádióval. Na, és akkor mi meg? Köszönöm. Úgy, nagyon pipit. Jó, köszönöm. Egészség. Olyan kár, hogy lecsökkent ez a kövidinka terület. Magyarországon alig van. Kezdték most a Magyarországon. Kezdik a régi egészből. Csak az a baj ott is, hogy most vannak lonok, amik kihúztak, még nálunk is már van, amit hoztak. Nem olyan borot ad, mint ezek a régi. A régiek. Na, hát akkor. Akkor megkelt a kalácsunk. Reméljük. Igen. Ennyi elég neki. Ennyi elég neki szépen. Na, hát akkor és akkor betesszük a kemencébe. Na és mennyi időt sül? Hát körülbelül egy 20 perc. 20-25. Jó, kisült a kalács. Mi meg lebuktunk, hogy nyalakodunk. Hát hogy néz ez ki? Hát ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Na és akkor most mi jön? És akkor most majd teszünk rá, ebből a mézből. Most már kijött közben a vadohánymézést, igen, kis vadohánymész. Akkor most vadohánymézzel. Hát mi ezt mind a kettőből tenni, hogy legyen. Mint a mákos gubára, arra szóltuk így kanállal a mézet. Az az igazi. Picit visszatoljuk. Hát szerintem egy 5 perc nem árt neki. Így van. Fantasztikus az illata. És hát szép. Most én vagyok a hibás, hogy megint várunk. Na most, hogy a dió egy kicsit megpirosodott. Az nagyon jó neki. Hú, de hogy milyen illata van. Milyen íze. De szép az élet. Kedvenc helyem Szabadkán. Ennél szebbet, mint a szabadkai városháza elképzelni sem lehet.
Igen, egy mesebeli építmény. Igen. Én is nagyon szívesen járok itt és sétálok délutánonként. Én mikor meglátom a Városházát, ugye sokszor felmerül bennem, hogy én hova tartozom. És én mindig azt mondom, hogy én egy magyar érzelmű, de lokálpatriotta ember vagyok. Egy szabadkai lokálpatriotta. De ez főleg akkor dobog meg a szívem, és akkor érzem ezt, amikor ezt a Városházát és ezt a teret itt meglátom. Trianon előtt még úgy volt, hogy Szabadka lesz itt a központ, és nem Szeged. Természetesen, tehát Szegedet az árvíz tönkretette, majd később meghúzták a határokat, és hát Szeged adta magát, hogy felfejleszik. Hát Szabadkát nem nagyon kellett, mert a Nagy Magyarországnak a harmadik legfejlettebb, legnagyobb városa volt, kultúrában, lakosság létszámában, mindenben. És nagyon jó szabadkai színházzal. Nagyszerű, hát ugye tegyük hozzá, hogy Tolnai Klára, Blaha Lujza, Gobbi Hilda, és sorolhatnám ezeket a nagy neveket, akik itt kezdték a pályafutásukat. Tehát ebben a házban született, és élte ifjúkorát Csát Géza 1887-től 19-ig. Író, kritikus, zeneesztéta, orvos, a modern magyar irodalom előhírnöke. Nagyon és hát a Szerb Orvos Társaság, a Vajdasági Orvosok Társaságának szabadkai tagozata van ebben az épületben. De remélem, ahogy ők is tudják, ki volt Csát Géza. Fordítják szerbe Csát Gézát? Szerintem igen. Na, hát szerintem helyes. Igen. Tehát az itteni szerb értelmiségi olvas, és szerintem tud is róla. Olaszországban élvezhettem ezt utoljára, hogy benne a belváros közepén ilyen jó piac van. Igen, a tejpiac Szabadkán ténylegesen, hát itt van egy méterre, kettőre a zsinagógától, és a szomszéd utcában van a Városháza. Én amióta a fejemet tudom, gyerekként is ide jöttünk komolyabb bevásárláshoz. Jó napot kívánok, tiszteleten! Jó napot kívánok! A Mák szerbül is Mák. És új Mák. Novi Mák. Novi Mák. Új Mák. Igen, igen, igen. Ezek őrölt mákok. Nem, ez csak tisztított. De meg is van őrölt. Őrölt az nem az. Teszemes már. Milyen rendesek, meg is őrlik, hogy de ne küzdjön az ember. Van itt kioszk és gép. Mindjárt, ha elfogy, akkor legyünk darál. Tehát van a piacnak egy saját mák darálója. Nem, nem a piacnak, nem, hanem a sajátjánál van ott. Ja, veje. Igen, igen. Akinek a nagymama besegít, még ők otthon termelnek és dolgoznak. Nem a nagymama, ez a nagymama a gazda. A nagymama a gazda. A veje segít be a nagymamának. Nem mindegy. Hiányzik nekem az ilyen friss tejtermék. Ez sajt, túró és tej, amit tetszik árulni. Ömlesztett túró. Ömlesztett? Igen, vagyis hát az a zombori túrónak. Zombori túró. Zombori túrónak mondjuk, vagy oltott túrónak szoktuk mondani. Megkóstolhatom, hogy mi ez a zombori túró? Nagyon finom. Van itt, akik sósa. Tehát ezt lehet só nélkül is és sóval is kész. És mire használják? Hát reggelihez. Van, aki beleteszi a gibenicába is. Miben? Gibenica? Nálunk az egy bunyevác specialitás, ez egy sós, túrós rétes gyakorlatilag. Aha. Előételnek a bunyevácok nagyon-nagyon szeretik. Veszek csípős paprikát, és nem csíp. Ha legalább 9-et fényen, akkor 10-dik biztosan. Ne is
van, amit mondtál, ez a gibanica. Gibanica? Hát mondják gibanicának is, mondják gibanicának is. Ha kaphatnánk egy tésztát, akkor megnéznénk csak összehasonlításképpen, hogy ez azért sokkal vastagabb tészta. Uh-huh. Itt lehet látni, hogy ez olyan, mint a rétes tészta. De milyen szép ez a tészta. De mégis aha, sokkal vastagabb. Mindörökké, amen, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Apukám, még mikor gyerekkoromban volt dinnyénk, akkor ilyet termelt, de én azóta ilyet nem láttam. Én még egyáltalán nem láttam. Én most látok életemben először. És mi a neve? Kandalusz. Az milyen illata tökéletes, de hogyha így messziről ránézek, én azt hittem volna, hogy ez egy dísztök. Van kacsa, liba, kakas, tyújka. Újka is van. Az mint egy birkacom. Olyan finom vajas kiflit vettem. Annyira túltöltötték, hogy szinte már kicsordul rajta. Ez hány százalékos tejföl lehet? 50? Nagyon sok. Nagyon finom. Ez teljesen másmilyen, mint az otthoni tejföl. Nagyon finom. Olyan, mint egy sajtkrém. De nem diétás. Nagyon jól szól. Egy fantasztikus hangszerünk van itt Szabadkán, nagyon büszkék vagyunk Angszter József orgonájára. Több ezer orgonát épített ő, és utána az utódai. Ez azóta ilyen állapotban így működik? Ez az orgona restaurálva volt, de bővítés vagy átépítés nem történt benne. Ezért is fontos, és ezért is mondjuk azt, hogy műemlék is nagyon óvja és védi ezt a hangszert, hogy nagy változások ne is történjenek benne. Egyébként ez a szűkebb otthonod. Igen, hát ugye... Hát Kelebia után. Kelebia mellett, fogalmaznák így, én a Szabadkai Egyházmegye zenei igazgatója vagyok. Ennek a székesegyháznak, a Szent Terész székesegyháznak vagyok a régenszkória, ugye ezt így mondják, hogy a székesegyház karigazgatója. Nagyon sok hangversenyt vezényeltem itt, nagyon sok első bemutató, ős bemutató csendült itt föl ebben a székesegyházban. Többek között a beiktatásomkor 2005-ben a Psalmus Hungaricus Kodály Zoltán első bemutatója itt volt Szabadkán az én vezényletem alatt. Erre nagyon büszke vagyok, hogy Szerbiában mi mutattuk be először a Psalmus Hungaricust ebben a templomban. Gyerekkorodban hogy gondoltad, hogy mi szeretnél lenni? Pap? Zeneművész? Vagy séf? 5 éves koromban megkérdezték, hogy mi leszek. Azt mondtam, hogy vagy pap, vagy szakács. Na, akkor ez mindkettő. Valahol a szakácság az mindig benne volt az életben, az életem folyásában, menetében. Állítólag az első utam, amikor már mászni tudtam, az a konyhaszekrényhez vezetett, és kipakoltam a lábosokat, fazekakat. És zenéltél rajtuk. És zenéltem rajtuk, doboltam, és... Minden előszeér. Így van, valahol... bele lehet magyarázni. Ellenben nekem a papi hivatás az adva volt, ez egy életforma, ez egy élethivatás számomra. Főzés az pedig megmaradt egy szabadidő foglalkozásnak, de az elmúlt pár évben most már azt is igyekszem minél professzionálisabban művelni. Gyönyörű ez a hely.
Nem messze innen, ugye mennyi 5 kilométer Ásotthalom, ami már magyar rész? Így van, pár kilométerre van tőlünk Ásotthalom, ez nem olyan régen megnyílt határátkelő, és abban az irányban pedig alig pár száz méterre pedig a híres Horgosi csárda, ugye a Horgosi csárda, ki van festett című népdalunk is innen származik. És az is nagy betyártanya volt? Ez a vidék, az biztos, hogy hemzsegett a betyároktól, a régi idők nagy betyárjaitól, akik régen lóháton közlekedtek. Ma is vannak betyárok, csak ők dzsippekkel járnak. De estelen alkonyodik, de csáli erdő szomorkodik, de abba van egy híres betyár, aki az embernek elejben. Hú, de meleg van itt, jó napot! Igen, csak a Farvi András. Üdvözlöm, Borbás Marci, jó napot! Mindenhol van egy kemence. Mi lesz marhafarokból? Marhafarokból? Bojtárgulyás lesz, és a Rózsa Sándornak a kedvenc sültje lesz majd. És gyönyörű cserépedénybe készül. Hát ugye azt tudni kell, hogy régen a betyárok ástak mindig egy nagy lukat, belerakták a rőzsét, meggyújtották, volt nagy parázs, belerakták az ételeket, letakarták a pernyével, és akkor ők elmentek. És majd addig, mikor, ott addig ott föl, mikor visszaértek, kibontották, és akkor lakomáztak. És most így is készül, imitáljuk. Hát most imitáljuk, most már itt mert a parázs most van. Itt a parázs, mert most nem akartuk, hogy most ássuk itt nagy tűzzel. Tehát így egy kicsit szolidabb. Na jó, de az íz ugyanaz lesz. Az íz, hát finomabb szerintem. Még finomabb, mint egy betyár főzte igen, volna. Igen. És akkor úgy kezdjük, hogy a krumplit. Nagyon egyszerűen csak ilyen cikkekkel vágjuk így. Ennyi. Aha, kockákra. Kockákra, igen. Nekünk nagyon nagy szerencsénk van itt Vajdaságban. Végül is itt a szerb konyha kicsit a magyar konyhával keveredik, és a szerbeknek nagyon jó szájvíz. Na jó, hát a bácskai konyha, ugye kapok mindig a nézőktől, hogy mindig a bácskai konyhában példálozok. Hát na most végre itt vagyunk. Azért, mert a legjobb. Ugye? A legjobb. Ugye? Mondják ezt bácskaiak. De nem, nagy séfek, akik nem bácskaiak, ők is azt mondják, hogy a bácskai konyha az kiemelkedő. És ez szerintem pont ezért kiemelkedő, amiért az erdélyi, mert hogy nagyon sokféle nép konyhája keveredett. Sárgarépa. Mi vidékükön a szerbek is csak sárgarépának ismerik. Mustármagot, és ezt belerakjuk, így. Akkor aztán jött a tárkony, ezt ilyen kicsit durvábbakra vágjuk az egészre. Akkor megfogjuk ugye a marhafarkot, ezt bele is tehessük. Füstölt hús mindig volt a betyáraknál, az okatlan. Az mindig minden kamrában az volt, mindig úgyhogy könnyen megszerezték. Így, ezt ide visszatesszük, mert meg kell egy másikat, és az körülbelül ekkora kockákra vágjuk az egészet. Falatokra. Ezt hát így rárakjuk. Igen. Nagyon egyszerű, és akkor van egy birkahúsunk, ugye ami nagyobb része mócsingos, az a legjobb az egésznek. Hát jó ragadós ez, lesz. Igen. Ez egy comb hús ez lesz? Igen, ez egy comb hús, igen. Hát éhes lettem. Ez egy nagy baj, főzés közben az ember megéhezik. Rózsa Sándor ezt látná, hogy itt most ő róla a kedvenc kajáját készítjük. Jó, és akkor van egy marhahúsunk. Igen. Szép szelet. Marhacomb. Marhacomb. Ő róla is leveszünk egy szeletet. Magyar neve, gyömbér magyar neve. Kungyökér. Kungyökér. Na most maradt még ugye a füstölt sajtunk, ez kecskesajt. Ezt a végén, mikor kész az egész, akkor rá reszeljük. És ráreszeljük. Tésztával, ugye? Na most körülbelül ehhez a mennyiséghez, amit nekünk lesz, ehhez beleteszünk egy ennyi kanálsót így. Ennyi. Föltesszük a vizet, rádítsük. És elfeledkezünk róla egy pár órára. Elfeledkezünk órát. Akkor addig jó, a másikét megcsináljuk, jó? Készítsük a másikat. Ez lesz a Rózsa Sándor kedvence. Igen, mégpedig. Ez egy sült lesz,
Mégpedig a krumplit, hogy előkészítettük, azt ide alá tesszük az egész megítnek, és megfogjuk a hagymát, most rárakjuk a hagymát, ez azért kell az egész rá, hogy ne égjen oda. Ez védi meg a húst a leégéstől. Jó, na és akkor most megfogjuk a húsokat, és belehegyezzük egészbe. Ugyanolyan húsok, amit találtunk, tehát lehet egy fél kakas is. Lehet, lehet. Itten van nekünk szerencsénk, a szerbkonyháról beszélek megint. Van egy paprika, Silja nevezetű paprika. Milyen? Silja. Ez szerb neve van neki. Ez egy édes piros paprika, és ezt kicsomázzák és leszárítják. Na most, eztet, mint ízesítésnek ide fogjuk rakni. Így tehát ez egy egyszerű, kicsumázott, szárított paprika. Kicsumázott, szárított paprika, babot. Babot rászórunk, így az egészet. Azt már főbe kell rá. Hát ez olyan félig fő. Babsalátát. Babsalátát készítünk, és ennyi. És azt rátesszük. Ezt is megsózunk. Csak sózunk. És víz kerül alá? Igen. És ez mikor kész az egész. Ezt szintén leszokták reszelni sajttal. Betesszük. Azt, amilyen illat jön ebből. Ki van lyugatva a teteje, hogy azért a gőz ki tudjon jönni belőle. Hű, de jól néz ki. És most kíváncsi vagyok. Hát még én? Bors nélkül. Bors nélkül. És paprika nélkül. Paprika nélkül. Ó, jaj. De finom. Egyértelműen a tárkony és a gyömbér az uralja a terepet. De milyen jól áll neki. És a mustártól egy kicsit savanykás. Igen, a mustártól savanykás. Azt a mindenit. Nagyon finom. Na, ellenőrizzük a másikat is, aztán essünk neki rendesen. Mm. Tessék, parancsolni. Fantasztikus. Na hát de nagy bajban vagyok. És azért viszont tudott élni a Rózsa Sándor, ugye? Hát, tudunk élni mi is. Úgy érzem. Ugye láttuk, hogy milyen a kelebiai rész, gyönyörű gazdaság, gazdálkodás, és itt pedig a fényűzés. Ide villákat építettek, és a gazdagabb, tehetősebb szabadkaiak jártak ide ki, és a hétvégéket itt töltötték. Tiszta olyan, mint Balatonfüred, ilyen monarchia béli épületek. Van ez a híres palicsi kis vendéglő, ami szintén Szerbiában egy fogalom. Szerbiában azért fogalom, mert 1862-ben nyitották meg, és azóta töretlenül azt a funkciót látja el. Hű, kint se volt hideg, de itt még melegebb van. Azt mondta a plébános úr, hogy tanulni jár hozzád, Robi. Úgyhogy akkor most egy újabb haltepertőt készítesz? Igen, egy dudasi haltepertőt készítünk ponyból és pirított hagymával. Nagyon jó. Én sem tudom, úgyhogy én is figyelek. Először is. Ebből lesz egy kevés. Egy kisebb poncsot, amit... Ez egy a kisebb? Egy kisebb poncsot azért, mert... Ez a kisebb, igen. Általában egy ekkora poncból lehet igazán jó haltepertőt készíteni. Ez fontos, hogy zsíros hal legyen, ugye? Zsíros és általában tükrös. Ez a zsírosabb, igen. De viszont egy olyan 3 kilós az már kell, hogy legyen, amelyiknek igazán, mert csak a has részét fogjuk felhasználni a tepertőnek. Igen, a filézés hozzávalói. Egy minimum 3 kilós tükrös potty és egy nagyon éles kés. És akkor, tehát mondom, hogy has
Levágjuk az uszonyt. Használjuk. Általában ez, hogy elkerüljük a kellemetlen szálkákat, azért használjuk a haltepertőt a has. Igen, mert ott a nagy szálkákról ugye az oldalbordáiról lefiléztük, és akkor ebben már nincs kis szálka. Igen. Enyhén megsúzzuk. És akkor van benne bors, van benne paprika. Nagyon kevés bors, kevés paprika, édes paprika, és akkor a liszt. A liszt. Liszt. Igen, és igen. Ezt összekeveredjük, és ebbe fogjuk megforgatni. És forró olajban csak ezt a lisztbe forgatott halhúst kisütjük ropogósra. Na, most következik az, hogy olyan háromnegyed részek megsült haltepernek, és akkor most jön rá a szintén a lisztbe pörgetett hagymakarikák. És akkor ezt csak egyszerűen ráhalmozod majd tálalásként egy tányérra. Így van. Mindez, ez forró lesz most. Azért ez a legjobb hely itt a parókián belül. Na jó, a konyha se rossz. Én a konyhát szeretem, és hát második hely ez a pince, amit átalakítottunk. Ez adva volt, ez a plébániához tartozott, csak az elődeim hát kicsit elhanyagolták. Mi alapján vannak a borok? Hát a borok, ugye azon a felén vannak a mi boraink, amelyeket részben én készítek, ezek a gyümölcsborok, vagy ugye tehát a plébános bora, a kövidinka, amely itt terem a kertünkbe, viszont én egy itteni profi borászattal ezt megbeszéltem. Tehát plébános úr leszüretel a helyiekkel, és akkor ők pedig elkészítik profi eszközökkel. Igen, igen. Egy nagyon szép csomagolású és egy profi kövidinkánk van. Elsőben aranydíjasok lettünk. Na, hogy ez versenyen is indult. És versenyre is küldtük. Elsőben aranydíjasok lettünk, és az idén is a Palicsi Nagyborversenyen dobogós helyre jutottunk, bronz. Hát gratulálok. És akkor ez a misebor is? A plébános bor? Ez egyben a misebor is. Javaslom, hogy kóstoljuk meg. Isten hozott itt nálunk. Köszönöm. Nagyon szép. Egy friss, de ropogós. Üdítő. De mégis hosszú lecsengésű, nagyon érdekes. Így van. Izgalmas bor. Van még két olyan bor, amelyet viszont én itt ebben a pincében saját recept alapján készítek, mert hát ezzel igazából a férfiakkal lehet kocintani, a gyümölcsborokkal pedig a hölgyekkel. Ennek egyébként van hagyománya itt a Bácskában? Nincs, a gyümölcsboroknak nincs. Akkor itt most semmi, mindenki meglepetéssel. Gyönyörű szép megyfáim vannak, óriási nagy megyfák, szentesi megy, nagyszemű, és hát arra az elhatározásra jutottam, hogy tavaly, hogy hát megybort készítek belőle, és mindenki hihetetlen szkepticizmussal, kétkedéssel nézte, hogy mit csinál a plébános, mit pancsolja ott a pincében, mi lesz ebből vajon. És mindenki nagyon meglepődött, és hát ez volt az én karácsonyi ajándékom mindenkinek, egy üveg megybor. Földi eperből is készítettem. Ebből egy nagyon szép kis rozébor lett, és ez egy inkább szárazabb, úgyhogy akkor én javaslom, kezdjük. Hogy az eperrel kezdjük. Hát ezt nem csodálom, hogy a hölgyeknek kedvez. Igen, ez nagyon intenzív eper illat. Nagyon intenzív eper illat az, amivel először az ember találkozik. Nagyon-nagyon finom illata van. Ez a nyertes, díjnyertes megybor. Ha megybor, akkor egy kesernyés illat kell, hogy jöjjön. Ugye az a jó megy, ami egy picit kesernyés. De ez ott van. Igen? Igen. Hát azért nagyon finom.
Na és milyen pálinka van itt? Mi itten próbálkozunk a borokkal, de itt délvidéken és ezen a vidéken az emberek azt hiszem, hogy töretlenül megmaradnak a pálinka mellett. Fontos az, hogy a gyümölcs illata és aromája megjelenjen a pálinkában. Mi itt az idén barack, sárga barack, kajszi barack pálinkát főzünk. Ez is válogatott gyümölcsből, nagyon gondosan őrzött, minden nap kevert, felügyelt cefréből. Tökéletes. Tökéletes. Mi a plébános kedvence? Hát engemet egyszer felkértek egy borvacsorára, egy borkóstolóhoz, ahol pont a plébános borához, a kövidinkához kellett egy finom előételt készíteni, meleg előételt. És hát arra gondoltam, hogy egy klasszikus magyar desszertből, desszert szilvás gombóc, vagy csokoládéval töltött gombóc, kakaós gombóc, tehát sokféleképpen lehet elkészíteni. Ez a magyar ember, bácskai ember számára, ez inkább egy desszert. Ebben az esetben viszont egy kis csavarás van rajta, és sós ételnek van elkészítve. Tehát már is mutatom, tehát a liba tepertőt én nagyon apróra vágom. Ezt össze fogjuk keverni természetesen a savanyúkáposztával. Egy kanál segítségével, tehát teszek át savanyúkáposztát. Most jön az a rész, amikor ebből a tésztából én most... Tehát egy klasszikus gombóc tészta. Megfőzöm a burgonyát, megtöröm, lisztet adok hozzá, tojással összefogom. Igen. Ide szórnak egy kis lisztet. Ezt már is beledobjuk ide a vízbe, hogy ő szépen Főjön a forró vízbe. A gombóchoz bormártást készítek, tehát én használok egy nagyon pici kis olívaolajat, rá a vajat, lisztet teszek hozzá, megpirítom, majd pedig felöntöm borral. És hol tanultál főzni? Anyukádnál? Sok helyen. Édesanyám ő szakács. Nem, hát akkor innen van ez. Ausztriában, mikor a tanulmányomat kint végeztem, többször megkívántam a magyar konyhát, az itthoni ízeket. És volt egy fantasztikusan felszerelt konyha, és arra gondoltam, hogy hát miért ne készítenék én magamnak egy jó töltött paprikát. Felhívtam édesanyámat, az alapanyagokat megvettem ez hozzá. Ez milyen érdekes, én is a töltött paprika miatt kezdtem. Tehát ez egy olyan klasszikus, igen, amit igen. Tehát az ember kíván. És én amikor a legjobban fáradt vagyok, én akkor tudok a legjobban főzni. Elvonja a figyelmet. Most a napokban Szent Annára például a harangozó néni, aki már 82 éves, mit adjak neki névnapjára? Hát sütöttem neki egy rigójancsi tortát. De az biztos, hogy mindig valakivel összekapcsolódik. Én önmagamnak csak úgy sosem. Hát de főzni nem is élmény úgy, csak akkor, hogyha valakivel megoszthatod. Ez úgy, csak is. És csak ezt ráöntöd a gombócra? És tálalod? És most jön a mandula még a tetejére. Az előétel kész, már a kemencében sül a liba, sül a bárány és a kakas paprikás. Vendégeket... Kakas paprikás vagy bármilyen paprikás nélkül a bácskában nincs étkezés. Nagyon sok finomság van kint, de azért a koronát mégiscsak a desszert teszi fel a vacsorára. Igen, a gurulós fák. De miért gurulós ez a fák? Hát azért, mert pörög az olajban. Ja, annyira meg kell, hogy átpördül magától. Igen, saját magától meg. Jó, egy receptet szeretném. Igen, hát kell hozzá az egy adaghoz. Egy adaghoz, hadd mutassam meg, egy Weilingi liszt. Igen, itt négy adag van. Milyen liszt ez? Ez, hát olyan feles.
hogy félfogós. Tehát rétes liszt és finom liszt keveréke. Fele-fele. Igen. És még hozzá 3 tojás sárgája, az egy adaghoz 3 deci tej, egy élesztő, egy szódavíz, 1 deci, meg egy csipetnyi só, meg 8 kis kanál cukor. És a vaj? Igen, meg a vaj, 8 kanál 1 adaghoz. Uh-huh. Meg az élesztőt, amit az egész adaggal most felfutattam. Jó, ez akkor hány adagnak fele? Ez 4 adag. Ez 4 adag. Igen, jó, négy. Tehát itt most 4-szeres mennyiség igen, van. Igen, mindenből. Jól felfutott ez az élesztő, igen, milyen igen. Szép habos. Igen, ezt most beletesszük a lisztbe. Igen. És aztán beletesszük az olvasztott vajat. Igen. Még a tojás sárgáját. Ja, igen, tojás sárgája. Tehetem? Igen, lehet, nyugodtan. A csipetnyi sók. Ezt már előkészítettem. Hozzáteszük a szódavizet. És én addig beleteszem a vajat. Na és akkor ezt én hagyományosan szeretem. Hát ez csak kézzel lehet. A dagasztás az egy kézi dolog. Nem véletlen ilyen kis filigrán asszony. Ugye? Hát akkor képzeljen, akkor 12 kilóliszt. Csak inkább nem képzelem. Hát 2 óra hosszát dagasztottam, mire összeállt. Nem baj, a jó süteményhez idő kell. Mindenhez idő igen. Kell, ami jó. De ha szeretettel csináljuk, akkor bizony nagyon finom. Na most tessék megtapintani. Igen, ez egy elég kemény tészta. Igen. Na és akkor ez... Úgy. Hála Istennek, ennyi elég neki. És ezt 10 percet pihenni hagyjuk aztán. 10 percet pihentetjük, mi is kipihenjük, vagyis hát én nem, mert csak itt tartom, aztán egy órát sütjük. Igen, persze. Lehet rakni. Azt, ahogy fölfújódtak egyből. Igen. De szép lesz. Na, guruljatok, fánkocskák! Hát ez pillanatok alatt megvan. Igen. Nem is olyan sok. Nem, ugye? És akkor ezzel mi lesz? Mit ez ezek? Itt van. Cimetes, diós, kókuszos és porcukros. Cimetes az fahéjas. Igen, bocsánat. Értjük. Forgassam bele. Igen. Oh, de jó illat jön. És mégis lehet kóstolni. Na jó. Melyiket? A cimeteset, fahéjasat? Nagyon puha, nagyon levegő. Kelebbiei gurulós fán. Igen, igen. Ez azért gurulós, mert gurul le az ember torkán. Igen. Jó estét kívánok! Szép estét kívánok a kedves vendégeknek! Egy asztali áldásra álljunk föl, és akkor kezdődhet a ma esti vacsora. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Édes Jézus, ide hallgass, éhes vagyok, mint a farkas. Azt is tudod, mit akarok, remélem én ma jól lakok. Jó étvágyat kívánok a kedves vendégeknek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Jó étvágyat! Hogy miért főz a plébános úr? Mert hogy egy ilyen közösséget összeszedett. Igen, van egy nagyszerű társaság, akik sosem kritizálnak. Mindig dicsérnek, és ettől ez a nagy önbizalom. Jó, de együtt a falu, ez a lényeg. Egy kedvenc notámat szeretném elénekelni, nem csak a Marcsinak, hanem minden kedves hölgyvendégemnek, de ezt viszont D-ben kérem, mert az asszony, ha veszek szó. D-ben kérik. Maradjon, csak maradjon, békességben az asszony, mert ha perel megbékül, aduzzogó asszony hamar megvénül. Az így
asszony öregszik. Az idő már elszalad, minden asszony szép marad. Csak az, aki veszekszik, egyedül a mérges asszony öregszik. Nagyon szeretek traktort vezetni! Szalonnazsír, tepertő, dió, cukor, minden. Ez a kedvenc műszerem. Na gyerekek, kiderült a végén, hogy kevés fánkot sütöttünk.